Magas részvételt tanúsítottak a kistarcsaiak a május 7-ére szervezett programokon. Az uszoda előtt már a kora reggeli óráktól egész délelőttön át több százan gyülekeztek a 6. kistarcsai teljesítménytúra regisztrációjára. A város jó néhány pontján pedig megkezdődött a település virágosítása, melyben ugyancsak számos résztvevő segédkezett. Ez egy hagyományos túra már, 6. kistarcsai túra. A kistarcsai önkormányzat hirdeti meg minden évben, és a fő támogató az önkormányzat. Ezen kívül most a második évbe szállt be a Decathlon a támogatásba. Hát olyan apropóból, hogy minél többet mozogjanak a gyerekek, a környékbéliek, és megismerjék a környéknek a szépségeit. 4 táv közül lehet választani, a kezdők vagy a kisgyerekesek, idősebbek 6 km, 14 km-en tudnak menni, a bátrabbak 20 km-en, és a legesleg sportosabbak 28, illetve 42 km-en. Azok a távok már elmennek egész Isaszegig, fel a Mogyoródi kilátóhoz, tehát egész nagy területet ölelnek itt a környéken. A leghosszabb távon 19 fő indult el, reméljük, hogy annyi is érkezik vissza. A 28 kilométeren 37-en indultak. A többit azt még nem tudom, de hogy így elnézem a hátunk mögött lévő tömeget, elég sokan leszünk. Úgy döntöttünk, hogy a március 14-i ledolgozandó napot mi ezen a szombaton fogjuk ledolgozni, hogy csatlakozzunk a kistarcsai túrához, hiszen akkor már az időpontját lehetett tudni, hogy mikor lesz. Minden gyermek természetesen itt van, és rendes tanítási napnak számít. Én azt gondolom, hogy egy ilyen alkalommal nagyon sok mindent tanulhatnak a gyerekek, azon túl, hogy friss levegőn vannak, hogy mozognak, megismerik szűkebb hazájukat, hiszen a túra évről évre más-más kijelölt útvonalon halad. Vannak olyan tanulóink, akik lehet, hogy csak ekkor fognak eljutni, akár a Rókadombra, akár egy kerepesi szélső erdőrészbe. Tehát, és akkor ott ugye a tipikus növényzettel, talajjal, mindennel meg tudnak ismerkedni. És hát nem utolsó sorban az egyik legjobb közösségformáló lehetőség, amikor együtt túráznak. Természetesen az alsósaink az a 6 kilométeres távra neveztek be. A felső tagozatról nagyon sokan beneveztek a 14 kilométerre, és van 2-3 osztályunk, akik a 22 kilométeres távot is megpróbálják, végigcsinálják. Ez eddig is így volt, hál' Istennek. Igazából 35 osztályunk van, 850 tanulónk jelenleg, és hát természetesen a legvégén fogjuk látni, hogy betegség miatt mennyien hiányoznak, de szerintem nagyságrendileg egy normál tanítási nap, tehát biztos, hogy egy 700-750 gyermek itt lesz. Mi a véleményed arról, hogy miért jó a túrázás? Azért, mert hogy az osztállyal együtt vagyunk, és egy közös programot tudunk csinálni. És hogy vannak, akik most kimaradtak az osztályból, de ilyen kevesen is együtt tudunk lenni, és tudjuk élvezni. Melyik távra neveztetek be? A 6 kilométeres túrára. Hogy érzitek, meg fogjátok tudni csinálni? Nehéz lesz, könnyű lesz, jó a konditok? Biztos, hogy meg fogjuk csinálni, mert a többi túrán is, alsóban is mindig végigvittük. És tök jól voltunk utána, és ugye még tudtuk volna folytatni. Az iskolások mellett a legidősebb és a legfiatalabb korosztályuk is képviseltették magukat a túrán. Honnan érkeztek a túrára, és kivel érkezett? Kerepes, hát együtt jöttünk, a unokámmal. Hány éves ön, hány éves az unoka? Én 71, unoka 5. És hány kilométeres túrára készülnek? Most csak a 6 kilométeresre megyünk, tavaly 14-esen voltunk, mert neki volt egy kis komplikációja, egészségügyi problémája. Most már túl van rajta, úgyhogy mehet a túra.
Mennyire könnyű egy ilyen néhány kilométert leküzdeni? Mennyire jó, milyen erőnlét kell hozzá? Nekünk könnyű, mert gyakorlottak vagyunk. Én már több mint 10 éve túrázok, és ő is már 3. éve. 3 évesen volt az első túráján, 6 kilométeren, azóta 10-14 kilométereket gyalogol le, így teljesítménytúrába. Mi kell a túrához? Étel, inni, és jó sok erő. Jó sok erő? Igen, mert úgy végig tudjuk csinálni étel, vagy inni nélkül. Ha jó sok erőnk van, akkor étel, innivaló nem is kell a túrázáshoz, azt mondod? Igen, mert úgy egyből meg tudjuk csinálni, akkor csak a erő számít a túrán. Most ezt tudod, hogy mekkora távot fogsz a papával megtenni? Hát a múltkorik nagyok voltak, de a mai lehet, hogy kisebb lesz. Szerintem, hogy ekkora métert. Az pont a 6 kilométeres, igen, igen. Miért szereted a túrázást? Azért, mert akkor láthatjuk a természetet. És mit szólsz ahhoz, hogy ilyen sokan vannak, meg sok gyerek van, meg felnőtt van? Ez jó dolog? Nem, mert akkor kevesebb, mert akkor sokat kell várnunk, hogy a sorra kerüljünk. Aztán meg kevesebb időnk lesz túrázni. A regisztrációnál valamennyi résztvevő térképet és útvonal leírást kapott a szervezőktől, a túra során pedig több ellenőrző ponton is várták a kirándulókat. Úgy legalább 25-en vagyunk, akik ebben dolgozunk. Egy része a önkormányzat és az uszoda dolgozói. Nagyon nagy segítséget kapunk évek óta a Margita 314 Gödöllői Turisztikai Egyesülettől, és a Decathlontól is mind személyi segítséget, mind ajándékokban. A Decathlon most második éve visszatéríti minden regisztráló indulónak a nevezési díjat Decathlon vásárlási kártya formájába, levásárolható az áruházokba. Ezen kívül meghirdettek egy jó kezdeményezést, ez is második éve, hogy a legtöbb diákot felvonultató iskola kap 50 000 forintos sportszervásárlási bónuszt az áruházba. Bizonyos pontokon üdítőitalt, vizet, szörpöt kínálunk nekik, emellett nápoit, a visszaérkezéskor meg szokásos zsíros kenyérhagymával. És természetesen, aki teljesítette, az mindenki kap emléklapot, kitűzőt. Eközben a városban összesen 14 helyszínen, a Csigaháznál, az Egészségháznál, a Szent Imre téren és a Simándi szobor környékén, a Katolikus templomnál, a Civilház környékén, az uszoda előtti területen, az Eperjesi úton, Fenyvesligeten, az Illés-Bálint téren, a polgármesteri hivatalnál és a Hősök terén ültettek virágot a különböző helyi egyesületek, civil szervezetek, aktív segítők. Mikor veletek találkozunk, akkor mindig sportról van szó, azonban most valami más feladatot vállaltatok a mai napon. Igen, megbíztak minket itt az uszoda előtti terület virágosításával, úgyhogy itt edzés és egy verseny között gyorsan kiugrottunk egy-két szülővel megszépíteni az uszoda előtti területet. A klub résztvevői számára mennyire fontos az, hogy a város egyéb eseményein is, ami nem sport jellegű, részt vegyenek? Mindig fontosnak tartottuk, és most is fontosnak tartjuk azt, hogy a helyi rendezvényeken, illetve eseményeken is képviseltessük az egyesületünket. Ebben nem csak a sportrendezvények tartoznak bele, hanem az ilyen jellegű programok is, mint például tavasszal a virágosítás, illetve a szemétszedés, hiszen itt töltjük a mindennapjainkat mi is a városnak a különböző pontjain, és nekünk is nagyon fontos az, hogy ez mindig szépen és kultúráltan nézzen ki, és hogyha tehetjük, akkor kiveszük a részünket ennek a munkájából is. Felkérést kaptak-e a pannoniások, hogy vegyenek részt a Kistacsai virágosításon, vagy pedig ez evidens és önkéntesen jönnek? Ez evidens, minden évben szó van arról, hogy van szemétszedés és virágosítás.
azzal úgy értesítettek, hogy idén a szemétszedés az áttevődik őszre, és akkor most csak a virágosítás marad, de hát azt természetesnek vettük, hogy csatlakozunk ehhez a programhoz. Mit vállaltak hány fővel, és melyik helyszínt? A felmérés során 10 fő volt, aki jelentkezett, akit össze tudtunk könnyedén szedni, végülis a nagy létszámból. Mi azt szerettük volna, hogy azt, amit az elmúlt években is vállaltunk, tehát itt a Csigaház környéke, illetve a Szent Imre tér az, ami be tudunk ültetni, ezt meg is kaptuk, úgyhogy most már túl is vagyunk rajta. Mit vállalta kik ebben az évben a kistacsai virágosítás alkalmával? Hát szokásosan a Simándi teret virágosítjuk, de mivel idén Simándi József születésének 100. évfordulója van, egy kicsit nagyobb ágyás lett itt kialakítva, és sok-sok színes virágot teszünk bele, mert itt komoly ünnepségek lesznek majd. Tulajdonképpen Simándi József születésnapján, szeptember 18-án lesz itt egy koszorúzási ünnepség, amit minden évben megtartunk, de most az operaház művészei, az operaház énekkara is itt lesz, és komoly művészek fognak fellépni ezen a műsoron. Nagyságrendileg ugye 300 ezer forintot különítettünk el virágokra, illetve virágföldre, és körülbelül ugye a vállalkozók baráti köre is hasonló összeggel járult hozzá, ez már egy ilyen nagyjából bevált mód minden évben. Ezen kívül még az ellátás az, amit mi vállaltunk, tehát mindenki, aki részt vett a virágosításban, kapott legalább egy rántott húsos kenyeret, illetve hogy a ásványvizet, üdítőt. Ezen kívül a Köfe Kft. Végezte az ágyások előkészítését, illetve a napközbeni logisztikai feladatokat is ők oldották meg. Összesen 600 ezer forint értékű virág lett beültetve, ez körülbelül olyan 3600 palántának felel meg, ami ebben az évben újdonságként bejött, hogy Tihanyból levendulát is rendelt a hivatal, és most ugye, mint évelő növény, elég sok helyre, ládákba, illetve ágyások szélére ez lett elültetve. Reméljük, hogy majd tényleg megerősödik, és ezt szépen fog mutatni. A hosszú évek során kialakult az a kör, akire tudjuk, hogy lehet számítani. Ők már tudják azt is, hogy ez minden tavasszal bekövetkezik ez a virágosítás, illetve hát ugye vannak olyan más rendezvények, amit tulajdonképpen annak idején a vállalkozók baráti köre kezdeményezett, vagy indított el, és segíti is a mai napig, mondjuk a mindenki karácsonyára is gondolok, hogy a virágosításra, vagy a kakasfőző fesztiválra, és ugye ezt azért a tagjaink ezzel tisztában vannak, hogy ezt a tagdíjakból, illetve egyéb támogatásokból segítjük ezeket a rendezvényeket.